A Magyar Honvédség kiberképzési központnál tett látogatást Németh Szilárd miniszterhelyettes, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára május 22-én pénteken Szentendrén. A Görgei Artúr nevét viselő laktanyában Bozó Tibor dandártábornok, az Altiszti Akadémia parancsnoka, valamint Kovács László dandártábornok, kibervédelmi szemlélő köszöntötte a delegáció tagjait. A program kezdetén a közel egy éve megalakult kiképzési központ felépítéséről, feladatairól, valamint a honvédségben betöltött szerepéről hallgatott meg egy prezentációt a miniszterhelyettes, majd Kovács László dandártábornok körbevezette a vendégeket az épületben. A részletes tájékoztatót követően az acélkocka ideiglenes kiképző zászlóaljnál tekintették meg a digitális katonaprojekt keretében beszerzett személyi felszereléseket.